legjobban, tehát Franciaországból érkezett Szulejmán Konate, 23 esztendős harcos, 189 cm magas, 101 kg-os súlya. 11 mérkőzéséből 8-at nyert meg, 4-et kiütéssel. A Falcon Gym versenyzője, edzője Claude Gassner. A piros sarokban Ferenc József, 29 éves harcos, 91,3 kg-os súlya, 184 cm magas. Világbajnoki harmadik helyezett, Európa-bajnoki ezüstérmes. 30 mérkőzéséből 22 győző. Edzője Halász Károly. Jön a harmadik negyed döntő. A mezőny egyetlen színes bűnű versenyzője, méghozzá Franciaországból Szulejmán Konát. Elég félelmetes kinézetű, akik nézték a két évvel ezelőtti magyar K1-et, tudják, hogy akkor is volt egy hasonló kinézetű francia. Latis Quarteron, aki nem csak a kinézete volt félelmetes, hanem a teljesítménye is, egészen addig, amíg Karas Attilával nem találta szembe magát, és Karas Attila ökleivel. Egy magyar az ellenfele, Ferenc József. A monarchia idején nagyon jól csengett ez a név, reméljük, hogy a ringben is kiválóan fog csengeni. Hát egy uralkodói név, úgyhogy a ring uralkodója. Reméljük, hogy hamarosan megmutatja, hogy franciák menjen inkább testépíteni. Igen, hát egyértelmű, hogy abban nyerne Konát, legalábbis kinézete, de egyelőre nincs megilletődve Ferenc József. Ő is abszolút fiatal, annyira már nem, de mondjuk akkor úgy, hogy nem különösebben tapasztalt a K1 versenyeken. 78-as születésű ugyanis Ferenc József, eddig a magyar nagydíjon nem lehetett róla hallani. Ez most akkor mélyre sikerült, azt jelzi Ferenc. Ez a rúgása a franciának, Konátot elküldik a semleges sarokba, de most már rendben van. Nem ítélte szándékosnak, a vezetőbíró így nem kell meginteni, és hát nem is intette meg a franciát. Visszavett a kezdeti nagy tempóból egyébként Konát. Ez egy nagyon jó kis rúgás volt ballal ordák között, ez meg egy még jobb. És ezt nem lesz könnyű kiheverni, mert Mál is érzi a helyét, meg a nyomát, Ferenc. Jó reagált nagyon Konát lábára, megelőzte. Bizony, remek. Ott volt a rugás. Itt viszont nagyon elkapták őt. Igen, oldalt, ha jól láttam. Számolni nem kell, szerencsére. Ki kellett jönni, vagy ki kellett forogni talán ebből a rugásból, az volt a veszélyesebb. Egyelőre... Ez is mély volt, bizony, ez is mély volt, lassan ezért már egy figyelmeztetés mindenképpen jár, nagy intés. Most már megtörténik az utolsó figyelmeztetés. A bíró részéről, hogy több ilyen mély rúgást nem szeretne látni. Konat nem a Quarteroni taktikát folytatja, hogy lerohanja az ellenfelet, viszont ez a repülő rúgás, na ez egyébként Bonyászkinek az igazi specialitása. Ez nagyon-nagyon kemény volt. És most a kérdés is benn volt, de Ferencics azért nagyon jól helytáll, sőt. Szerencsére ott volt Ferencnek a falkarja. Egy pillanatra tűnt úgy, hogy nem. Mondjuk most éppenséggel bajban van Ferenc. Nagyon az az érzésem. Konát nagyon kemény, nagyon kemény. Érdekes lesz ez az ág, azt gondolom. Minden esetre Ferenc is az. Ebben az első menetben már most annyi hihetetlen technikát mutattak be idáig a versenyzők, mivel talán nem is találkoztunk az eddigi meccseken. 20 másodperc, fordulórugás. Ferencnek mondják, hogy több köríveset rúgjon, ez most sikerült is. Utolsó másodpercek. Jó volt bizony kézzel, viszont az utolsó szó jogán benn volt még ez Borda között jobbal a franciától. Így van. Nem véletlen papír, most látjuk jobbra, mellette Remi Bonyászki, ez a menet, ez azt hiszem, hogy megérdemli a nyílt színi taps. Nézd, Jobb vagy, jobb vagy. Már végén, már eltaláltak kétszer. Jobb vagy, jó, te lehet, hogy dolgozni, látva. Már eltaláltak kétszer. Várjon a
Állják a magad, nagyon szépen rúgtad a festeket. Jön a második menet. Halász Károly az edzője egyébként Ferenc Józsefnek, és talán be lehetett valami, de azt mondta, hogy nem mentél volna bele ebbe a csimbe háromszor, négyszer az első menetben, akkor ez meg lett volna simán. Így nagyon szoros volt, és talán valamivel a francia többet is kezdeményezett. Kicsit többre sikeredik most így a szünet az első menetben. Az első még akkurátosan megtörli a vezetőbíró francia izmos felső testét. Azt hiszem, hogy lesz ez még jóval verejtékesebb is, mert nagy munkát végeznek, és Ferenc is nagy munkára kényszeríti Konátot. 23 éves egyébként Konát. Hát 6 évvel fiatalabb Ferencnél. Ferenc pipasz, nagyon gyors egyébként, ez látszik, és nagyon jól használja a kezét és a lábát is. Remek a védekezés a Ferencnek. Szerencsére a francia veszélyes lábait nagyon jó hárítja. Jó a védelem. Magasabb egyébként a francia, ez jól látható. 189 centi, 5 centivel alacsonyabb Ferenc. Neki be kéne ugrálni, most a térdét, a térdeseit adja el, vagy próbálja eladni. És aztán jönnek az ütések is Ferenctől, illetve Konattól. Nagyjából most az ellenkezője történik annak, mint amit az imént láttunk, nem ezt kérik a sarokból. Ferencről most talán meg is fogta őt Konát. Nagyon dolgozik a francia, és nagy bajban van, nagyon nagy bajban van. Ferenc számolni kell rá. Ugyan kibírta állva, de közben kellett, hogy lépjen a vezetőbíró, mert itt most nem volt válasz a Ferencnek. Igen. Tehát hiába nem találnak be ezek a rúgások, az a helyzet, hogy ez akkor is felőrlő, amit a francia művel. Hatalmas jobbkezessel indított, ami benn volt egyébként Konát. Hihetetlen erő maradt még ebben a franciában, egy kőkemény első menet után. Most meg kéne újulnia, úgy érzem Ferencnek. Csak akkor lehet itt szansa, és ezt a menetet valahogy át kell vészelni. Jó lenne, ha kijönne belőle az a bizonyos ütés, talán ki is jött, mert most ő próbálja megkínálni a franciát, de nagyon kell vigyázni a térdre, hiszen alacsony. Ferenc mondjuk annyival azért nem magasabb a francia, vannak itt ugye kétméteres óriások is, és ilyenkor azért könnyebb eladni a térdeseket neki, mondjuk. Igen, itt a lehetőség egyébként, előbb is ott volt kézzel, de úgy megvan egyébként dolgozva már Ferencnek a kezettől, a sok térdugástól, védekezést, hogy ilyenkor már nem könnyű ütni egy jót. Igen, és hát nem könnyű betartani, amit mondanak a sarokból, hogy ne menj le, ez nyilván arra irányul, hogy ne a fejét próbálja, amennyire lehet, nem lejjebb vinni. De most megint sajnos rámegy a francia, és a sarokból jönnek is bizony, hogy ez így nem lesz jó. Nagyon lehajol Ferenc. És egyszer nagyon beleszaladhat egy ilyen térdesbe. Most már szinte csak ezt erőlteti a francia, és ennek előbb-utóbb nem lesz jó vége. Minden esetre hősies, amit csinál Ferenc, csak hát egyelőre ebben a menetben ez biztos, hogy nem eredményes. De szerencsére a francia jobb bokája is már eléggé viseltes. Igen. Hatalmas dudor látszódik rajta. Hát ezt majd a mérkőzés után kell az orvosnak elemeznie, hogy mit bír ezzel a francia. Azt hiszem, hogy a harmadik menetre mindenképpen ott lesz, és egyelőre a másodikat azt meg is nyerte, ezt nyugodtan mondhatjuk.